A kultúrösvény mai vendége Tóth Péter Loránd Radnóti és Latinovics Díjas versmondó. Köszöntöm itt a TV21 Ungvár stúdiójában. Én is üdvözlöm a nézőket. Ön évek óta járja a Kárpát-medencét azzal a szándékkal, hogy a magyar irodalom és történelem nagyjait elvigye egy-egy előadás erejéig az emberekhez. Honnan jött ez a misszió az ön életébe? Hát a gyerekkoromban egészen 14 éves koromig mondtam aktívan verseket, aztán egész más fordulatot vett az én életem. Verseket már nem mondtam, hanem a sport felé kezdtem el orientálódni, a kosárlabda felé, így lettem aztán testnevelőtanár. A versektől én nem szakadtam el, mert így saját keftelésemre tanultam én magamnak verseket, csak közönség elé már nem álltam ki. De 2008-ra aztán összejött annyi József Attila vers, egy 20-25 vers, ami után úgy éreztem, hogy én ezeket el szeretném mondani, hogy ki akarok újraállni a közönség elé. És akkor ez 2008 decemberében megtörtént, és tulajdonképpen hát így visszaszippantott a színpad, újra elkezdtem járni versmondó versenyekre, elkészültek az első előadásaim, és nagyon sokáig, hát legalább 7 évig párhuzamosan ment az én életem a tanári pályám, mert ugye én testre is töltem, szakos tanár vagyok egyébként, a tanári pályám, a versmondó pályámmal, míg nem aztán úgy döntöttem 2015 őszére, hogy egy életem, egy halálom, ott hagyom a tanítást, 12 évig én tanítottam, és egy akkor nagyon bizonytalan, de nagyon szépnek ígérkező útra léptem, mert én csak a versmondással és ezekkel a rendhagyó irodalomóráknak a megtartásával szerettem volna foglalkozni, és akkor tanítást ott hagytam, és hát nyakamba vettem a Kárpát-medencét, úgyhogy most az 5. tanévemet kezdtem meg úgy, hogy járom a Kárpát-medencét, a diaszpórát ezekkel az előadásokkal. Nemrég pedig egy verszarándoklatot valósított meg. Bortólabdáig ugye végig ment az erőltetett menet útján, a Radnóti utolsó útján. Mi vitte erre az útra? Hát egy pillanat erejéig megint csak vissza kell mennem az általános iskolás időszakomba, hiszen volt akkor nekem ott egy nagyon kedves magyar tanárom, Bőri Szabolcs, aki az egyik órán a kezembe adta a Borinoteszt, ezt a kis fekete füzetet, amiben Radnóti Miklós az utolsó verseit megírta. És engem rögtön megfogott és megragadott ennek a költőnek az élete. Egyáltalán az, hogy abban a földi pokolban, amiben ő élt, hogyan tudott egyáltalán verseket írni, hogyan tudta megírni a világ irodalomnak a legszebb verseit, és akkor ilyen fiatal, lelkes gyerekként én eldöntöttem, ilyen nagy világ megváltó gondolattal, hogy majd egyszer végigjárom ezt az utat. És aztán persze aztán ez így elmúlt egy kicsit ez a gondolat, majd aztán egy pár évvel ezelőtt újra visszajött, és hát a Jóisten most adta meg azt a lehetőséget, hogy ugye idén született 110 éve Radnóti, és 75 éve halt meg, és hogy ezen az úton én augusztus 31-én elindulhassak, hogy aztán szeptember 24-én Abdára érjek. Ezen az úton ugye sorba 3 országon átívelő volt ez az út, és végig a Lélek vagyok, én szeretnék című előadásával szerepelt az ottani közönségnek. Hogy fogadták ezt az előadást, és hány előadást tartott út közben? Igen, hát maga az út 850 kilométer volt, én ebből 700 kilométert tettem meg gyalogosan, és 150-et pedig vonaton, hiszen Radnótiékat Mohács és Szentkirály Szabadja között szintén vonatokra tették, marhavagonokra. Úgy gondoltam, hogy ezt az utat én is vonattal teszem meg. És nagyon fontos volt számomra az, mielőtt elindultam, hogy ne csak egy egyszemélyes út legyen, hogy én ezt végigjárom, hanem ahol magyarok laknak, azokon a településeken megemlékezzünk Radnótiról. Úgyhogy én összeállítottam, tehát pontosan megvan ennek az útnak a pontos menetrendje, hogy ők merre mentek. Ezt én végigkövettem a térképen, és megkerestem a helyi magyar közösségeket, és felajánlottam nekik azt, hogy vagy az én az ön által említett előadásomat bemutatom, de amit én jobban szerettem volna, és ez így is sikerült, hogy közösen megemlékezzünk. És rengeteg olyan település volt, ahol iskolások készültek műsorral, helyi énekkarok, én is elmondtam egy pár verset, és amit nagyon fontosnak találtam az úton, és a hál' Istennek sikerült is a végig tartani, hogy a halottak útját, mert azért azt ne felejtsük el, hogy Bortól Abdáig elindul 3200 ember, ennek a menetnek a tagja Radnóti is, és amíg Abdáig érnek, addig ebből 1500 embert megölnek. Tehát ez az út, ez tele volt a halottakkal végig, de én szerettem volna 75 év távlatából egyrészt emlékezni rájuk, egyfajta feloldozást adni ezeknek a szerencsétleneknek, ezért is szerettem volna zarándoklatot járni az ő lelkükért, és élettel megtölteni az utat. És hál' Istennek, hogy ez sikerült.
voltak nehézségek az út során? Két komolyabb nehézség volt, ami inkább talán lelki értelemben volt nehézség. Az első 6-7 nap az a szerb érszekségen keresztül vezetett, tehát elég komoly hegyeket kellett megmásznom. Ez nyilván, hogy megerőltette a lábamat, illetve hát az történt, hogy az indulás napján, az aznapi cél előtt 1 kilométerre elfogyott az út, és nem tudtam tovább menni. Rám sötétedett, nagyon veszélyes volt, hogy a szakadékok mindenhol, tehát nem láttam semmit, a szerb érszekség viperákkal tele. Szóval nagyon nehéz volt ez a terep. Na most azt még gyorsan el kell mondanom, hogy nem csak előttem fogyott el az út, hanem két autó előtt is. Most hogy minden két autó? Úgyhogy ez a bizonyos Bőri Szabolcs, mielőtt én elindultam volna erre az útra, azt mondta nekem, hogy figyelj Péter, én ezt a borinot, ezt a kezedbe adtam, ennek hatására te erre az útra elindultál. De mivel Bor és Belgrád között tulajdonképpen olyan vadregényes balkáni táj van, hogy szállásra nincs lehetőséged, ezért vállalnom kell a következményeket és a felelősséget azért, hogy én téged elkísérjelek. És elkérte a Szabolcs a városunknak a kis buszát, és elkísért engem, abba aludtunk esténként hátul a mikróbuszba. Úgyhogy jött egy kocsi így előttem, egy mikróbusz, illetve a Szabadkai Pannon Televíziónak az 4 fős tábja forgatott egy dokumentumfilmet, a fiúk jöttek velem 25 napig, szóval így bandukultunk, és vissza kellett mennünk Borba, ez a lényeg. Ez engem nagyon-nagyon mélyen érintett, mert álmomban se gondoltam volna, hogy az első nap kocsiba kell, hogy üljek. És ráadásul a filmnek forognia kellett, tehát a dokumentumfilmnek kellett készülnie, és nekem meg Belgrádba oda kellett érnem időre, hiszen ahogy mondottam, a magyarok onnastól kezdve engem vártak. És először az volt, hogy a fiúk azt mondták, a tévés fiúk, hogy hát Péter, másnap akkor beülsz a mikróbuszba, a Szabolcs fölvisz téged oda autóval, ahol ki kellett volna jönni az erdőből, mi fölvesszük, mint hogyha kijöttél volna, és akkor megyünk tovább, mert hogy napokat nem lehet elveszíteni többet. És aztán én elmondtam ennek, ezeknek a fiúknak, akikkel egyébként nagyon jó barátságba keveredtünk, hogy a végére, hogy ezt nem lehet. Ezt nem lehet. Nem lehet, mert akkor ez nem lesz igaz, ez a történet. Hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogyha már a Jóisten visszavitt minket Borba első éjszaka, első estére, akkor engedjék meg, hogy újrainduljak. És akkor így szeptember 1-én a Radnóti szobortól, Borban van egy gyönyörű Radnóti szobor, hát én újra kezdtem az utat, és ezt a 25 kilométert be kellett hozni, amit aztán végén 4 nap alatt behoztam, és aznap, hogy válaszoljak a kérdésére, 43 kilométert mentem, és alig bírtam a lábamat tényleg emelni, és fizikailag, szellemileg, lelkileg is nagyon-nagyon fárasztó volt az a nap, és akkor hát kijöttek belőlem a könnyek, de nem azért, mert hogy a saját magam fájdalma miatt, vagy önsajnálatból, hanem akkor érintett meg igazán először úgy az út, akkor gondoltam arra, hogy ennek a Radnóti Miklósnak, meg ennek a 3200 bori munkaszolgálatosnak mit kellett vajon kiállni azon az úton? Hogy egyáltalán Radnóti Miklós hogy jutott el labdáig? Hogy tudta azt a 850 kilométert megcsinálni abba a helyzetbe, amiben ő volt? Mert az én utam ehhez képest egy kirándulás, egy semmi nem volt, és ez engem nagyon megdöbbentett és megérintett. A másik ilyen megrázó élmény pedig hát a vége, Abda. Amikor befordultam ott a Rápca töltésre, és ott volt egy ilyen fehér, apró, kavicsos, 200 méteres út, mint egy halottas út, mert tudtam, hogy az út végén ott a vesztőhely. És ahogy mondottam önnek az előbb itt, hogy tényleg élettel megtöltöttük, mert rengeteg gyerek jött. 2500-3000 emberrel én találkoztam, és plusz még az a sok-sok ezer ember, aki az interneten követte ezt az egész eseményt. Szóval, hogy élettel töltöttük, de akkor ott Abdán éreztem azt, hogy ott a végén, annak a 200 méternek a végén nincs más, csak a halál, a megmásíthatatlan. És az a lendület, ami engem végigvitt, mert nagyon-nagyon, hát szó szerint gyors léptekkel kellett is, hogy menjek, az ott megváltozott, és ilyen ólomszerűvé váltak a lépéseim, egy ilyen nagyon nagy félelem lett rajtam úrrá. Féltem odaérni a végére, és amikor aztán ott lementem a Rápca töltésen, és ott egy ilyen nagyon szép bokrokból álló kapun kellett belépnem a vesztőhelyre, akkor visszanéztem, és mögöttem ott volt még vagy 150 gyerek, óvodások, iskolások, felnőttek, az abdaiak jöttek és kísértek,
És amikor beléptem, akkor megint elkezdtem sírni, és megint csak nem azért, mert hogy én célba értem, és odaértem, hanem láttam ott azt a Radnóti szobrot, és folyamatosan azt hajtogattam magamban, hogy miért kellett ezt a fiatal embert megölni? Miért kellett ezeknek a szerencsétleneknek egy olyan életben élni, egy olyan történelmi helyzetben, ami nem volt figyelemmel arra, az emberre, a humánumra, hogy miért nem tanulunk mi emberek itt a 21. században se abból, hogy a fegyverekkel nem lehet semmit elérni. Hát nézzünk vissza az emberiség történetébe, annyi esélyt adtunk a fegyvereknek már, és semmi eredménye nem volt, hogy miért nem tanulunk belőle. Ez a két nagyon megrázó élmény volt akkor számomra, aztán pedig hát lett utána egy nagyon szép emlékműsor ott Abdán is, és aztán másnap hazaértem Kunszer Miklós, ahol pedig egy Radnóti emléktáblát is avattunk. Ez a versvándorlat, ez az út megerősítette önt hivatástudatába, hogy ez az út, amin továbbra is járnia kell? Engem abban erősített meg ez az út, hogy élni jó. Hogy jó élni, és hogy rengeteg ember akar és szeret és gondolja azt, hogy jó élni. Tehát Radnóti Miklós mögé, ezt Szili Katalin mondta, az útnak az egyik védnöke, hogy ez a verzarándoklat Radnóti Miklós mögé felsorakoztatta a nemzetet. És tényleg így volt. És bárki mondott beszédet, a politikustól kezdve a tanáremberig vagy gyerekig, mindenki Radnóti mögött maradt. És mindig Radnóti volt az előtérbe is. És például alázatosságra is megtanított Radnóti Miklós engem ezen az úton, haza szeretetre. Többször gondolkodtam azon az úton, hogy van egy ez a gyönyörű vers, a nem tudhatom. És hogy milyen sokan a magyarságnak a legszebb haza szeretetről szóló versenek tartják, de hogy miért is. És ami bennem akkor ott megfogalmazódott az úton, hogy lehet, hogy azért, mert Radnóti Miklós a nem tudhatom, vagy leírja, hogy jönnek ezek a nyugati bombázók, akik tulajdonképpen felszabadítanák őket abból a szörnyűségből, amiben benne vannak, és hogy elpusztítják a gyárakat, és el fogják pusztítani majd a fegyvereket és a katonákat. Tehát, hogy felszabadulhatnak, megszabadulhatnak, de akkor azt mondja Radnóti, hogy igen, elpusztul a fegyver, és elpusztulnak ezek a szörnyűségek, de meghal a szöcske. Az ökör, a torony, a szelít tanya, az anyóka, tehát hogy a park, ahol ő szerelmesként járt, vagy a kő, ami hogy rálépett, hogy iskolába ne kelljen menni, hogy az is vele pusztul. És akkor a végén azt mondja Radnóti, hogy nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éjfelek, hogy inkább jöjjenek a felhők, takarjanak be, és ne lássák a célpontokat ezek a repülők, hogy akkor inkább mégse. Hogy van-e ennél nagyobb hazaszeretet, hogy az a haza, aki őt többször kitaszította magából, annak így meg tud bocsátani. Hazatérve, ugye a verszarándoklatból Kunszer Miklósra már készülődött, ha jól tudom, ide Kárpátaljára. Sok helyen olvastam, hogy Kárpátalja a szíve csücske. Igen. Mikor járt először Kárpátalján, és hogy lett ez a kötődés Kárpátalja iránt? Hát én Kárpátalján 2011. április 11-én a költészet napján jártam, akkor léptünk föl a Beregszászi Színházba Bődi Szabolcsal, akit már említettem, hiszen ővele éppen egy Radnóti Miklós előadásnak a kapcsán jártunk ott, az Égre írja minden összetört címmel. És hát úgy vagyok Kárpátaljával, tudja, ha megnézzük a Kárpát-medencét, ezt a határokkal szétszabdalt gyönyörű vidéket, ugye Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék, a drávaszögi magyarok, és hát ugye Magyarország úgy középen, akkor ez olyan, mint egy nagy család. És Kárpátalja a legkisebb gyerek. Én úgy tekintek rá, hiszen ugye, ha úgy nézzük, akkor itt élnek arányaiban a legkevesebb magyar itt él a Kárpát-medencébe. És azt gondolom, hogy mint egy családban a legkisebb gyerekre arra igen oda kell figyelni,
hogy a legkisebb gyereket kell, hogy ő mindig jó legyen, hogy mindig erősíteni, meg támogatni, legjobban kell babusgatni, vagy szeretgetni. Na most én amennyit tudok tenni, az csak annyi, hogy ezeket az előadásokat elhozom, ezekkel az irodalmi előadásokkal megszólítom itt a diákokat, felnőtteket, és én a magam részéről így tudok figyelni erre a legkisebb testvére, aki pedig azt gondolom nagyon-nagyon hasonló gondolkodású és főfogású emberekkel találkoztam itt, mint amilyennek én is vallom magam, és azt gondolom, hogy Kárpátaljára nagyon-nagyon oda kell figyelni. Én nagyon-nagyon szeretek itt lenni, és talán bátran mondhatom, hogy engem is megszerettek az itteniek, és tényleg szinte családtagként számítok sok-sok településen és sok-sok helyen, és ez egy olyan kincs, ami hát ez semmivel föl nem érhető, és ennek nagyon-nagyon örülök, hogy így alakult. Volt egy célkitűzése, hogy 2020-ig bejárja Kárpátalja minden magyar települését egy-egy előadás erejéig. Hol tart most ez a dolog? Hát igen. Most ez úgy áll ez a dolog, hogy ha jól tudom, akkor 90 vagy 100, lehet, hogy 100 olyan település van, ahol még magyar közösség működik és van. Hát én körülbelül most 65 kárpátaljai településen jártam, 200-250 előadással. Úgyhogy tulajdonképpen 2020 év végéig még az a 35 még hozható is, de ha meg nem így történik, akkor majd később fogom ezt teljesíteni, de minden esetre szeretnék minél több olyan helyre eljutni, ahova esetleg nem jutnak el különben a versek, vagy a kultúra, vagy az irodalom. Én nagyon szeretek szórványba menni, és nagyon nagy örömmel vagyok ott is, ahol csak mondjuk 10 vagy 15-en tudnak eljönni egy-egy előadást meghallgatni. Tóth Péter Lóránt köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. További sok sikert kívánunk, és várjuk szeretettel. Köszönöm szépen a lehetőséget.